kultúra barátainak örömére a Láncos Szegfő ösztöndíjnak köszönhetően a Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület már a 9. évadát kezdte meg a közéleti és kulturális szalon programjaival. A cél nem változott, havonta olyan példaképű szolgáló embereket, közösségeket mutatnak be, akik az élet különböző területein elismertek. Székesfehérvárhoz kötődnek, vagy a város kitüntetett polgárai. Az évad első találkozójának vendége egy legenda, Serfőző Simon, Kossuth és József Attila díjas költő volt, akivel Bobori Zoltán beszélgetett költészetről és a Donkanyar kápolna megépítéséről. Úgy érzem, hogy Serfőző Simon egész költészete végig kísér engem, és hát természetes ez a rendkívüli barátság. Nagyon örülök, hogy újra itt van közöttünk, és nagyon várom, hogy az új verseit, hozott új verseket is föl fogja olvasni, de természetesen beszélünk sok mindenről, a költészetről, természetesen a második magyar hadsereg sorsáról, az ő életéről. Serfőző Simon már 1988 óta szívesen látott vendég városunkban, akihez művei által szoros barátság fűzi az irodalombarátokat. És aki a Feledés emlékművét lebontva, Requiem a hadseregért című versével nagyon sokat tett a Donkanyar kápolna megszületéséért is. Nem most volt már, amikor először jártam ebből az alkalomból Székesfehérváron, amikor ezt az ominózus verset is elmondtam. Sok idő eltelt azóta. Hál' Istennek próbáltam megállni a lábamon, az életművemet építeni tovább, azon az úton haladni kívántam, amin elindultam. A bensőséges hangulatú diskurzusban az érdeklődők megérthették, hogy a végtelen mélységeket, a múltat, a jelent és a jövőt is megidéző, gondoskodó tisztelettel megfogalmazott versek ma is olyan megerősítést nyújtanak, amelyek részei hétköznapjainknak és ünnepeinknek egyaránt.